Sziasztok, kedves barátaim! Folytatjunk a mai kis témát. A mai téma, hogy hogyan lehet szörfözni a válság hullámain. Egy kis intro után folytatjunk. Igen, szóval a mi életünkben mindig történik valami hullámzás, mindig vagyunk, úgy mondjunk, egyszer fönt, egyszer lent, és a védikus írások azt tanítják, hogy az idő az ciklikus. Ciklikus az azt jelenti, hogy nem lineáris, hogy egyszer így elkezdődik, és utána megy a végletbe, és akkor egyszer csak vége van mindennek, és kész, hanem egyik váltja a másikat. Sita, usna, sukha, dukha. Azt mondják a védikus írások, hogy a boldogságot váltja a boldogtalanság, boldogtalanság után jön a boldogság, tél után jön a tavasz, tavasz után nyár, nyár után ősz, és így tovább. És ez egy fontos megértés, hogy vannak ezek a hullámok. És amikor jön boldogtalanság hullámai, amelyikről most beszélünk, hogy hogy lehet rajta szörfözni, hogy lehet kihasználni, nagyon-nagyon egyszerű. Mit jelent, hogy szörfözni a válság hullámaikon? Ezt azt jelenti, hogy amikor megy a anyagi boldogság hullám fölfele, akkor ember rajta szörfözik, mert nagyon jól érzi magát, nagyon boldog, szépen és jó megy minden, de ekkor a tudat a külsőségre fókuszál, és a külsőben van a tudat, külsőn. És amikor jön a boldogságnak a völgye, vagy mondhatjunk, következő hullám, a boldogtalanság hullámmal emelkedik, azon hogy kell szörfözni? Úgy, hogy akkor nem a külső világon élni, hanem a belső világon. Az a szörfözés. És amikor én át tudok kapcsolni, mert ha én maradok így külsőleg, külső életembe, amikor megjött a boldogtalanság hullámam, akkor depresszióba fogok esni, pánikba fogok esni, nagyon boldogtalan leszek. Ezért meg kell tanulni, átkapcsolni befele. Mit jelent, hogy belső tudat, belső életet élek, amikor külsőleg boldogtalan hullám jön emberek ellen, elé. Ez azt jelenti, hogy én tanulok és hallok arról, hogy én nem vagyok ez a test, én lélek vagyok. Ez a belső, ez a megértés, hogy én lélek vagyok. És amikor Bhagavad Gita-ban, ott is van egy történet, volt egy Arjuna, aki élte az életét, és jött, megérkezett hozzá boldogtalanság hulláma. És ő külsődlegesen próbálta megoldani a problémát, az életét. És minél jobban gondolta, hogy tudom, és próbálkozott volna megoldani külsődlegesen, külsőleg a hullámot, annál boldogtalan lett. És ezért azt a tanítást kapott először, hogy a Krisnától, hogy nat eva hamjatu nastvam, natvam nem injanadipa, hogy te nem vagy ez a test, te egy lélek vagy. Ez azt jelenti, aki belsőleg rendben lesz, aki belső tudatban megszilárdul, akkor ő tusjánticsa, ramanticsa. Ő mindig elégedett lesz, és mindig boldog lesz, annak ellenére, hogy mik a külső dolgok. Ez a fontos tanítás a mai napra, hogy próbáljunk belsőleg, és mi a gyakorlati
tanács, amit tudnék adni mai napon, az egyik, hogy tovább kutatni és keresni ezt a tudást, ami fog minket erősíteni, tudás lélekről, hogy én nem vagyok ez a test, én lélek vagyok, hiteles forrásoktól. Hogyha mi keresünk, kutatunk, akkor fogunk tapasztalni, hogy a külső hatása, a külső helyzet, ami kialakult, nem hat rám. Ha akarok mélyíteni, erősíteni, akkor lehet vibrálni Hare Krishna Maha mantrát. Mondjátok velem együtt. Először elmondom egyszer én, hogy hangzik, és utána együtt. Nagyon egyszerűen hangzik. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. És akkor most próbáljunk összeszedni a tudatunkat, és teljes mértékben koncentráljunk a hangvibrációra, és mondjunk együtt. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Írjátok kommentekbe, hogy tapasztaltatok rögtön, ahogy most egyszer kimondtunk ezt a mantrát, hogy problémák, amik külsődlegesen minket érintenek, gyengülnek, és már nincsen olyan hatása. Azt rögtön lehet tapasztalni. Köszönöm szépen! Írjátok a kommenteket, iratkozzatok fel a csatornára, és majd még találkozunk, folytatjunk a témánkat, addig is további szép napot kívánok, sok boldogságot mindenkinek. Hare Krishna!